estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Nagy Kabai Patrícia, akivel a Foglalkoztatási Paktum irodáról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nagy Kabai Patrícia, a Foglalkoztatási Paktum partnerségi koordinátora. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Azért hívtuk ma meg egy beszélgetésre, hogy bemutassuk a televízió nézőknek ezt a Foglalkoztatási Paktum irodát, illetve ezt a pályázatot, ami most ennek keretében fut. Mit is lehet tudnunk arról, hogy ez a Paktum iroda mikor alakult, és milyen céllal? A Foglalkoztatási Paktumon keresztül nyílt egy paktumiroda tavalyi év 2017. április 20-án a Városudvar 2 szám alatt, azzal a céllal, hogy a karcagi járásban a foglalkoztatást segítse, feljavítsa a helyzetét. A legfőbb feladatai a partneri kapcsolattartás, a vállalkozói kapcsolattartás, információk gyűjtése és továbbadása, illetve a tájékoztatás adása a munkavállalók, illetve a munkáltatók részére. Hogyan kell elképzelnünk, milyen szervezeti egységben működik ez a Paktum iroda? A Paktum iroda a Karcagvárosi Önkormányzat és a Jászlóklónak megyei kormányhivatal, karcagjárási hivatalának foglalkoztatási osztályával működik együtt. Ilyen köztes szerepe van. A munkavállalók, illetve a munkáltatók a foglalkoztatási osztályhoz jelentik be a munkaerő igényüket, illetve hogy szeretnének esetleg önfoglalkoztatóvá válni, és ugye a Paktumon keresztül elkészült egy akcióterv, amihez illeszkedési nyilatkozatot szükséges kiállítani, és a Paktum iroda ezt az illeszkedési nyilatkozatot adja ki az önkormányzat nevében, hogy az adott munkavállalók, illetve munkáltatók illeszkednek a pályázatba, hogy megfelelő alanyai a pályázatnak. Mi is ez az akcióterv? Mit lehet erről tudnunk? Az akcióterv összefoglalja, hogy mik azok a programok, amik segíthetik ennek a pályázatnak az előrehaladását, kik a legfontosabb résztvevői, a célcsoportjai a pályázatnak, úgy, mint a 25 év alattiak, ugye a középiskolákból, illetve egyetemekről elsőként frissen kikerült munkavállalók, az 50 év felettiek, ugye az idősebb emberek nehezebb helyzetben vannak, hogyha szeretnének újra munkát vállalni, illetve hogyha nehezebb anyagi helyzetben van, akkor újra visszakerülhessenek, illetve a gyeden és gyesen lévő anyukáknak szeretne segíteni ezzel a pályázat, hogy támogatást nyújt a munkáltatóknak. Időtartamban mettől meddig tart ez a pályázat? 2017. január 1-től 2019. december 31-ig tart pontosan a pályázat 3 év intervallumban. A pályázatnak ugye vannak bizonyos kritériumai, elemei, mi az, ami már eddig megvalósult belőle? Rendezvényeket is kell tartaniuk. Igen, 2017. május 31-én került sor a Foglalkoztatási Paktum nyitó rendezvényére, mely ünnepélyes keretek között lett megtartva a Karcagvárosi Önkormányzat nagytermében. Itt került aláírásra a Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapodása 19 szervezettel, és az együttműködési megállapodás alapján került elindítása a Foglalkoztatási Paktum, amely szintén a foglalkoztatás bővítését, illetve helyzetének javítását segíti, ez a fő célja. Említette, hogy a foglalkoztatási osztályon kell jelentkeznie. Igen. Az ügyfeleknek, ugye, ha ezt lefordítjuk köznyelvre, akkor ez gyakorlatilag a munkahelyi központot jelenti. Ez azt jelenti, hogy önöknél nincsen ügyfélfogadás, tehát önökhöz közvetlenül fordulhatnak az ügyfelek? Tudnak hozzánk fordulni, viszont ha
konkrétan igényli a támogatás, a munkaügyi osztályon tudnak közvetlen és pontos segítséget nyújtani, információt nyújtani. Ott történik az adminisztrációs feladatoknak az elvégzése, ott veszik fel a munkaerő igényt is, illetve ott tudják majd a későbbiekben ennek a pontos ügyintézését elvégezni. Említette ugye a különböző korosztályokat, hogy igen, kiknek tudnak segíteni. Az előbb mondta a 25 év alattiakat, igen, illetve van még egy másik korosztály, az 50 éven felettiek, akiknek nagy szüksége van a segítségre. Például ez az akcióterv mit tartalmazhat, mondjuk, ha ezeket részekre bontjuk, akkor a 25 év alattiaknak hogyan segítenek, szerveznek-e nekik bármiféle tájékoztatót? Igen, az idei év során fogunk majd szervezni foglalkoztatási fórumokat, ahol tájékoztatjuk őket például arról, hogyha szeretnének önfoglalkoztatóvá válni, egyéni vállalkozást indítani, akkor ennek mik a pontos feltételei, mi szükséges hozzá, illetve adózással kapcsolatban, hogy mit érdemes tudniuk, mivel jár az, hogyha valaki egyéni vállalkozóvá szeretne válni, illetve hogyha nem szeretnének egyéni független pályán indulni, akkor merre tudnak tovább haladni, és például egy fórumon keresztül összehozzuk a munkavállalókat, akik szeretnének most indulni, és a munkáltatókat, hogy kik azok, akik közül tudnak választani, esetleg szakmabeliek, festők, ugye nagy, mostanában nagy munkaerőhiány jelentkezett kőművesek között, festők, tehát a szakmunkások körében, és ezáltal próbálnánk összekötni őket, hogy megtalálják egymást egy helyen. Mennyire népszerű az, hogy valaki önfoglalkoztatóvá váljon? Mik az eddigi tapasztalataik? Azért ugye már lassan egy éves tapasztalatuk van. Igen. Egyelőre 10 személy jelentette be, hogy szeretne önfoglalkoztatóvá válni, egyéni vállalkozást elkezdeni. Leginkább a munkáltatók jelzik a munkaerő igényüket, és jelenleg 85 személyre van igény, úgy tűnik, de ez folyamatosan nő, folyamatosan gyarapszik. Az egyéni vállalkozásnak is megvannak a hátulütői, ugye nagyon sok háttérinformációt is igényel, topon kell lenni állandó szinten az adózási feltételekkel, hogy mik és hogyan változnak ugye a törvényben, viszont ugye a munkaügyi osztály nagyon nagy segítséget nyújt ebben, oda bármikor lehet fordulni, illetve a NAV osztályán is bármikor készséggel segítenek. Tud-e nekünk arról valamit mondani, mert azért gondolom, hogy akik nézik ezt az interjút, és bármiféle jövőbeni tervük van, például az, hogyha valaki önfoglalkoztató akar lenni, akkor mik azok a legfontosabb tudnivalók, amit jó, hogyha észben tartanak, mik a legfőbb kritériumok, hogy valaki önfoglalkoztatóvá válhasson? A legfőbb szempont az, hogy mielőtt beadja az igényét, hogy önfoglalkoztató szeretne lenni, munkanélkülinek kell lennie, ugyanis legfőképpen a 25 év alattiak, az 50 év felettiek, illetve a gyeden és gyesen lévő anyukák visszatérítése, visszairányítása a munkaerő világába. Ezen kívül a tartós munkanélkülieknek a segítése a cél, szóval aki tartós munkanélküli jelenleg, ezeknek az illetőknek, embereknek nagyobb esélye van a pályázatban, hogy önfoglalkoztatóvá válhassanak. Milyen támogatási összegről beszélhetünk, vagy mivel tudják őket támogatni ez irányban? Az önfoglalkoztatóvá válók esetében 6 hónapig a minimálbér összegével egyenlő támogatást tud a munkaügyi osztály adni a vállalkozás elindításához. Ezen kívül van bérköltség, illetve bértámogatás is. A bérköltség támogatás 8 plusz 4 hónapra vehető igénybe, és ezután vállalnia kell a munkáltatónak, hogy még foglalkoztatja a munkavállalót. Tehát akkor gyakorlatilag, ha jól megnézzük, akkor egy évre tudnak támogatást biztosítani. Igen. Mi van, hogyha utána mégsem jön be valakinek ez a vállalkozás, akkor mi történhet?
Ennek a pontos részleteiről nem kaptam egyelőre tájékoztatást, még most vagyunk az induló szakaszban, de még nem is nagyon vettek figyelembe ilyen szempontokat, hogy nem. Tehát hiszen még most indultál gyakorlatilag. Igen, még most nem. Az 50 év fölötti korosztálynak mennyire nehéz segíteni? Hát nem könnyű, ugye nagyon sokan nem úgy mondanám, hogy nem szeretik, csak nehézkes, nagy több feladatot igényel, aki 50 év felett itt szeretne foglalkoztatni. Azt gondolom, hogy ilyen idős korban esetlegesen több probléma jelentkezhet esetleg a fizikai munkavégzésnél, hát fejes, derékfájás, innestől fogva nehezebben szeretnék foglalkoztatni az embereket, és hát, hogyha reménykedünk benne, hogy ez a pályázat egy kicsit lendít rajta, és többen belevágnak, megpróbálják, ugyanis nagyon sok dolgozni akaró ember van, aki 50 év felett is még igenis szeretne hatékonyan részt venni a munkaerőpiacán. A továbbiakban milyen terveik vannak még a foglalkozási paktum tekintetében? Az idejében szeretnénk több foglalkoztatási fórumot megrendezni. Ennek keretében tájékoztatást adni konkrétan a támogatási lehetőségekről, ha nem is az aktuális ezen foglalkoztatási paktum keretében, de ami ehhez kapcsolódik, foglalkoztatás segítő, támogató pályázatokról, illetve fiataloknak, esetleg már most is folyamatban lévő vállalkozóknak a támogatását, segítését, esetleg egy adótájékoztatással, folyamatos törvények változásának, hogy mit, hogyan szükséges tenni az elkövetkezendőkben, illetve támogatni, segíteni mindenkit ezekkel a paktumokkal. Fórumokkal. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. További jó munkát és sikeres pályázatot kívánunk. Kedves köszönöm. Nézőink, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, Fölvenni és Simon Ilonával, a karcagi nagykor református általános iskolai igazgatójával beszélgetünk, mögöttünk pedig a Toldiból láthatunk jeleneteket, ami azt jelzi, hogy a aranybusz Karcagra érkezett az iskolába. Miért tartották fontosnak, hogy az iskolába hívják ezt a buszt? Hát ennek van egy nagyon rövid története. 2017 májusában a Petőfi Irodalmi Múzeum egy kiállítást nyitott, ugyanis 2017-ben ünnepeltük Arany János születésének 200 éves évfordulóját. És ezt követően az iskolákban, vagy a településekre egy felhívást küldtek, mi is megkaptuk ezt e-mailen tavaly júliusban, és erre válaszoltunk. Tehát igényeltük ezt a lehetőséget, igényeltük az aranybuszt, kitöltöttünk egy adatlapot az iskoláról, illetve az iskolát is röviden be kellett mutatni. És aztán hónapokon keresztül vártunk, egy picit már úgy el is felejtettük, bár nem annyira, mert 2018. március 4-én egy országos Arany János balladamondó versenyt szervezett az iskola, és meg is tartottuk elég nagy részvétellel, úgyhogy akkor is emlékeztünk Arany Jánosra, illetve ezt követően megkaptuk a tájékoztatót, hogy melyik az a pontos dátum, március 23-a, amikor a busz itt lesz nálunk, a mi iskolánk udvarán, és akkor elkezdtük a szervező munkát. Az iskola tanulói közül kik nézhetik meg ezt a buszt, és egyáltalán hogyan osztották föl, hogy mindenki meg tudja nézni, hiszen úgy tudom, hogy nem fér be egy osztály, mert kisebb a busz. Igen, a szervező kollégától érdeklődtünk, és ő azt mondta, hogy körülbelül 20 tanuló fér be. A buszban egyébként a buszon tartózkodik egy múzeumpedagógus, aki a tanulókat tájékoztatja, és
Az ötödik osztály, ötödik évfolyamosakat nem ajánlották, tehát ők még nem tanultak igazából Arany Jánosról, hiszen hatodik osztályban törzsanyag, úgyhogy hatodiktól nyolcadikig szerveztük úgy az osztályokat, hogy akkor ezen a délelőttön be tudtak menni a buszba, és az Önarckép állarcokban című kiállítást, vagy címet viseli ez a kiállítás, és akkor ezt nézzük meg a gyerekek interaktív formában. És hát gondolom utána azért jövő héten majd a magyar órákon egy picit azért meg is beszélik a látottakat. Persze, hogyne délutánonként a tehetségpont órákon, vagy éppen magyar órákon. Én azt gondolom, hogy ennek helyt kell adni, hiszen maga Arany János egy olyan költő óriás, hogy mindenféleképpen ezért is gondoltuk, hogy hozzuk ide helybe. Egyébként el kell mondani, hogy a gyerekek közül, osztályok közül csoportokat vittünk ki Nagy Szalontára, ahol szintén meg lehetett nézni a toronyban az elkészült kiállítást, illetve 3-4 évvel ezelőtt a tantestületünk is volt Nagy Szalontán, és megnézték a kollégák is, tehát nagyon érdeklődtek, és nagyon jól éreztük magunkat. Akkor reméljük, hogy most sok-sok hasznos információval gazdagodnak a diákok is. Köszönjük szépen! Igen, én is köszönöm szépen! Veres Miklossal beszélgetünk itt a buszban, mögöttünk a gyerekek már nézik a kiállítást. Mit kell tudni erről a kiállításról? Tavaly ünnepeltük Arany János születésének a 200. évfordulóját, és ennek az évfordulónak a tiszteletére készült el ez az utazó kiállítás, amely tavaly július óta járja az egész Kárpát-medencét. Mi minden látható, hiszen azért látunk itt fotókat, idézeteket, tehát próbára is lehet tenni a gyerekeket, hogy ismerik-e a verseket. Igen, nagyon sokrétű foglalkozást lehet ezen a buszon tartani. Alapvetően ezért három nagy tematikus egységre osztható ez a kiállítás. Az elején, amikor felszállnak a látogatók, akkor az életrajzot tudják tanulmányozni különböző modern programok, idővonal, forgatható táblák segítségével, de ott vannak például Aranynak a személyes tárgyainak a másolatai is, amelyeket meg lehet tekinteni. A középső szekcióban találhatóak a főművek, a balladák, például a Velszibárdok, az Ágnes asszony, a Tetemre hívás, vagy a Szondi két apródja, illetve a Családi kör című művek kerülnek itt középpontba. A leghátsó részben pedig a gyerekek kedvence, a különböző érintőképernyős játékok, videójátékok, filmek, zenék, szójátékok, ezek mind ezekből a művekből készült aktualizált feldolgozások, nagyon népszerűek. Épp ezt akarom kérdezni, hogy én is erre tippem, hogy az a legnépszerűbb a gyerekek körében, de épp a Toldit nézik ott mögöttünk a lányok, de mennyire kérdeznek vissza a gyerekek, vagy mennyire van ilyen picit számunkérés, hogy utána kikérdezi őket, hiszen azért elmondja, hogy mi minden látható. Vannak erre különböző feladatlapjaink, vizeink, a tanárokkal, akik szoktak jönni, együtt szoktuk működni, ők szoktak kérdezni, ők általában tanórákat szoktak erre az egész buszos kirándulásra építeni, és úgy tűnik, hogy azért ezekkel a technikákkal jól meg lehet fogni a gyerekeket, és ha már megmarad bennük egy pozitív élmény, amit Arany Jánoshoz tudnak kapcsolni, akkor már értünk valamit, ha ennél még több, akkor pedig nyertünk. Hát reméljük, hogy ma az iskolában vannak, a hétvégén pedig a városban, tehát biztos, hogy sokan meg fogják nézni, és sokan esetleg felelevenítik az Aranyról tanultakat, vagy éppen most jutnak olyan információhoz, hiszen esetleg még nem tanultak Aranyról. Igen, ez volt az egyik cél, hogy egyrészt felidézzük azokat a régi iskolás emlékeinket, amikor mi magunk tanultunk Aranyról, nagyon sok nyugdíjas látogatónk távozik, úgyhogy milyen jó volt arra emlékezni, amikor még érettségiztek ebből az anyagból. Más látogatók számára meg az újdonság erejével hat, illetve a közös pont, hogy igyekeztünk olyan műveket is behozni, amelyek nem annyira ismertek, és mégis ugye Aranynak a munkásságához tartoznak, tehát ismertet is próbálunk terjeszteni ezzel a kiállítással. Akkor reméljük, hogy sokan megnézik, köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek! Köszöntöm nézőnket, Szepesi Tiborral, a Dédény Kulturális Központ igazgatójával beszélgettünk az Arany 200 busz előtt. Kiskutcsosi diákok éppen ismerkednek az aranybusszal. Hogyan került a városba ez a busz? A Petőfi Irodalmi Társaság indította magát a buszt, mint egy mobil kiállító termet.
hiszen 2017-ben, amikor elindult a busz, ugye akkor volt Arany János 200. születési évfordulója, ennek tiszteletére indították az országos körutat, bemutatni Arany költészetét, magát Arany Jánost, ugye, aki olyan költőként, aki a legnagyobb hatással volt gyakorlatilag a magyar irodalomra, a magyar költészetre. Pályázati felhívást tettek közzé, amelyre egy karcagi általános iskola pályázott. Ennek kapcsán került elsősorban Karcagra a busz, ugye a Nagykun Református Általános Iskola pályázata alapján, de felvettük a kapcsolatot a Petőfi Irodalmi Társasággal, hiszen a város is azt szerette volna, hogy ne csak egy iskola, hanem az egész város megtekinthesse ezt a gyönyörű kiállítást. Felvettük a kapcsolatot, pénteken volt az iskolában a busz, és természetesen így, hogy ideérkezett a városba, így a szombati, illetve a vasárnapi napon itt maradt a Városháza hátsó parkolójában, és természetesen ingyenesen bárki megtekintheti ezt a kiállítást. És hát tudom, hogy ön fontosnak tartott, hogy a kiskulcsosi diákok is megnézzék, hiszen azért ők nem itt a városközpontban laknak, hogy ide sétáljanak, így most ők egy külön busszal érkeztek. Így van, fölhívták a figyelmünket arra, hogy elsősorban felső tagozatos diákoknak érdemes jönni, hiszen ők már azért tanultak, ugye a 6. osztályban kötelező tananyag Arany János költészete, illetve a toldi, tehát elsősorban a 6. és a fölötti korosztályoknak lehet önállóan megmutatni a kiállítást. Megjegyzem egyébként, hogy a kisebbek is azért nagy érdeklődéssel forgatták, hiszen családokkal, kisebb közösségekkel eljöhettek és el is jöttek a kiállítást megtekinteni. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban általános iskolásoknak volt fontos, és hogy a legmesszebb lévő általános iskolánk a Városházától a kiskulcsosi tagiskola. Így azt gondolom, hogy nem maradhattak ki ők sem ebből a megtekintésből. Így szerveztük vasárnapra ezt a kis kirándulást gyakorlatilag ide a buszhoz. És hát itt vannak a városból érkező idősebbek is, akik itt a buszra kirakott toldi idézeteket olvasgatják, és próbálják feleleveníteni a tanultakat. Így van, ugye első körben azt kell megtalálni, hogy merről indul a túra körbe a buszon, de hát aki annak idején odafigyelt irodalom órán, annak a vers részletekből egyértelművé válik, hogy a busz melyik oldalán kell elkezdeni a körbejárást. Én azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, és sok-sok hasznos információt elmélyíthetnek, amit már megtanultak, hiszen azért bent interaktív módon lehet forgatni táblákat, van internetes felület is, tehát azt hiszem, hogy a gyerekek érdeklődési körének megfelelő. Így van, én biztos vagyok abban, hogy a pedagógusok irodalom órán is minél inkább az interaktív bemutatását tűzik célul, hiszen az egy picit jobban megmarad a diákok emlékezetében, mint hogy csak szárazon elolvassák a tankönyvben mondjuk a toldit. Igen, itt valóban interaktív módon, de egy picit ellent mondok a kérdésnek, hiszen nem csak a diákok, hanem a felnőttek is óriási érdeklődéssel fogadják. Föl tudjuk eleveníteni azokat a fiatal korunkban megtanult vers részleteket, emlékeket Arany Jánosról, és ahogy a kurátor elmondta az előbb, nem csak Arany Jánosról, hanem a pályatársakkal kapcsolatban az ő egész korosztályáról, arról az időkről sok mindent megtudhatunk. És hát azért gyorsan átfül a mindenkinek az agyán az ég a nap melegtől a kopászik sarja, akkor még azért ezt meg kellett tanulni, és azért benne maradt az ember, mert ennyi évtized után is ön is itt az előbb végignézte az idézeteket. Így van, nagyon sok minden visszajött, és nem kellett sokáig gondolkozni, ugye, hogy ne csak az első ének néhány sora, hanem az előszó, a mintha pásztor tűzég ősz éjszakákon. Valóban sok-sok minden megmarad az emberben, és előjön ilyenkor. Köszönjük szépen, és akkor sok-sok hasznos információt kívánunk önnek is. Köszönöm szépen. A munkálatok a patkák kialakításával kezdődtek, a jövő héttől az útburkolat megmarásával folytatódik a felújítás. Tájékoztatta a Karcag TV-t Magyari Szabolcs művezető. Ma kezdődik a munka, illetve mától számítva 60 nappal végződik. A mai nappal ugye elkezdtük a patkák megnyesését, illetve a jövő héten kezdenénk az út megmarását. A munka folyamán 4 cm vastagon megmarják az utat, ezt követően pedig helyenként 4+4, illetőleg 7+4 cm aszfaltot kap majd. Ezen kívül az árkok tisztítása és a busz megálló kialakítása jelent plusz feladatot. A munka folyamán megmarjuk az utat ugye 4 cm vastagon,
utána pedig helyenként 4 plusz 4, illetve 7 plusz 4 cm aszfaltot fog kapni. A patka fehér felnémeti kővel lesz beborítva, szépen meg lesz az is csinálva, illetve ároktisztítás és a buszmegállók helyretétele lesz még a feladatunk. A kivitelezési munkák ideje alatt félpályás útlezárásokra lehet számítani, ezért mindenkitől türelmet és megértést kér Magyari Szabolcs művezető. 500 méteres lezárásokat tervezünk, amik félpályás forgalom irányítást vonnak maguk után. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy nagyon időszerű volt már a felújítás ezen az útszakaszon is. Ezt az utat már időszerű volt felújítani. Én tudom, hiszen itt járok be minden nap gyerekeket, itt viszem óvodába, iskolába ezen az úton. Tényleg nagyon rossz állapotban volt, nagyon vártuk már ezt a felújítást, és ez a teljes útszakasz meg fog újulni teljesen a Püspökladányi útig. Ez egy nagyon jó hír a karcagiaknak, hiszen Karcag második leghosszabb útja is meg fog újulni, hiszen a Püspökladányi Kunmadarasi út megújult 3 évvel ezelőtt, és most ez az út is meg fog újulni. Én azt gondolom, hogy már minden karcagi várta ezt a felújítást. Most a patkák rendezése történik, utána az út felmarása, nagyon komoly aszfaltréteget kap ez az út, és azt gondolom, hogy egy nagyon szép útszakasza lesz ez a városnak, és hát mindannyian várt. Már nagyon vártuk. 3 évvel ezelőtt a Püspökladányi Kunmadarasi út újult meg, most pedig a munkák ezen útszakaszon folytatódnak majd, ami a második leghosszabb útvonala a városnak. Dobos László Karcag polgármestere elmondta, hogy ez az út olyan verőere a településnek, ami közlekedés szempontjából nagyon fontos, hiszen az egyik legnagyobb forgalmú utunk, és nagy öröm, hogy már el is kezdődtek a munkálatok. Az egyik legnagyobb forgalmú útról van szó, a városrészeket köti össze, bevásárlóközpontokat köt össze, iskolákat, nevelési intézményt köt össze, tehát egy olyan verőere a városnak, ami a közlekedés szempontjából nagyon fontos, és hát tudja mindenki, aki erre közlekedett, hogy bizony az út az már nagyon-nagyon rossz volt. Így végtelenül örülünk, hogy elkezdődött ennek a felújítása. Itt a háttérben már látszik, hogy kezdődnek azok az előkészítő munkák, amik a patka rendezését segítik elő, és hát a technológiai folyamatnak megfelelően megy majd a munkálat addig, amíg el nem készül egy nagyon jó minőségi út. Köszöntöm nézőnket az Arany János Általános Iskolában. Ismét aranynapok vannak. Szentesi Nőnárosi Tünde igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Már gyülekeznek itt a vendégek, hát hamarosan kezdődik a megnyitó. Soroljuk el, hogy mi is lesz ezen a héten, hiszen sok-sok érdekes programot szerveztek. Üdvözlök én is mindenkit. Igen, immár 94 óta minden évben egy programsorozat veszi kezdetét híres költőnk születésnapja alkalmából. Ezen alkalomból egy egész hetes programot kínálunk, nem csak intézményünk tanulóinak, hanem a város intézményeinek, és most már a tankerületi intézményeknek is. Előzetesen meghirdettünk Arany János munkásságával kapcsolatosan egy rajzversenyt, annak az eredményhirdetése a megnyitó után fog megtörténni. Kedden irodalmi vetélkedőre várjuk a négyfős csapatokat a város intézményeiből. Ezt is évek óta nagy szeretettel és szívesen látogatják más intézmények tanulói és a felkészítő pedagógusok. Szerdán hát iskolánk tanulóinak lett meghirdetve egy plakátkészítő verseny, amire már készülnek az alkotások, és nagyon ötletes munkákat látok már az asztalomon. Csütörtökön, hát Toldi Miklósról mindenképpen meg kell emlékeznünk, hiszen Arany János egyik fő műve, és a Toldi erő verseny is nagyon közkedvelt a város tanulói számára. A hét további napjaiban, ugye már most szombaton is fogunk tanítani, pénteken és szombaton pedig akadályversenyek és mindenféle irodalmi vetélkedők lesznek, de ez már kizárólag intézményünk tanulói számára. És hát azért ma pedig meg fogunk emlékezni Arany Jánosra a névadóról is, de itt állunk a csodaszép rajzok között. Mi volt a pályázat témája, és hány iskolából érkeztek pályaművek, hiszen látom, hogy korosztályonként már ki is rakták a legszebb rajzokat. Hát igen, bőséges gyűjtemény érkezett a számunkra. Több intézmény a városon belül is, tehát kaptunk
pályaműveket a Kiskulcsosi Kovács Mihály tagintézményből, illetve kaptunk, hát nem szeretném, ha valakit kihagynék, de mégis beletennék, és mi sincs itt, tehát a város valamennyi intézménye részéről érkezett pályamű, és nem csak a városból, hanem Kunmadarasról is, másik tankerületi intézményünkből is érkezett. A témája pedig Mátyás király, Mátyás anyja, és néhány olyan irodalmi mű van megemlítve a kihívás felhívásban, ami Arany János nevéhez és a Mátyáskori korhoz kapcsolódik, hiszen ebben az évben Mátyás éve is van. Látjuk azért, hogy különböző technikával dolgoztak a kisebbek, nagyobbak is, de gondolom, hogy korosztályonként lesz a díjazás, és kik voltak a zsűri tagjai? Igen, korosztályonként a kisebbek 5., 6. és 7., 8. osztály szabadon választott technikával dolgozhattak a gyerekek, és a zsűrit a saját intézményünkből állítottuk össze, megkértük Ládiné Roncsák Ilona pedagógusunkat, aki egész életét ebben az iskolában dolgozta le, és hamarosan nyugdíjba készül, hogy ő, mint rajz műveltségterületi tanító, ő legyen a zsűri elnöke. A Dök segítő elnök volt a másik tagja a zsűrinek, és két dökös tanulónk volt a zsűriben. Én akkor azt kívánom, hogy sok-sok eredmény szülessen a héten, hiszen elmondta, hogy igen, tartalmas lesz, és hát majd kiderül csütörtökön, hogy a Tordi erőversenyt kinyerte meg, hiszen azt gondolom, hogy ebben minden évben nagy verseny zajlik az iskolák között. Igen, hát ez nagyon népszerű. Hát ugye a fiú gyermekek körében ez egy, úgy gondolom, várva várt esemény a saját tanulóink körében is, úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki elégedett lesz a hét lezárása után, és mindenkinek kívánok a városi vetélkedőkhöz kellemes időtöltést, és mindenkinek köszönjük a részvételt. Köszönjük szépen! Egbár király, angol király, bárkar fakó lován, körötte ég, fölszint az ég, a verszi tartomány. 500 bizony valóban ment, lám zsírba belszibált, de se bírta mondani, hogy éljen előállt. Ha-ha, mi zúg, mi élj ide a London utcáin ez? Felköltetem a lornajót, ha bosszant bármi lesz. Álném a csend, létszárnya bent, se kül nem hallatik. Fejéren szól ki szót, te mert király nem alhatik. Ha-ha, elő sír, dob, zene, harsongjon harsora. Fülembe zúgja árkait a verszi lakoma. De túl zenén, túl sír dobol, riadó kürtön át. 500 énekli hangosan a vértanúk dalát. Köszöntöm nézőnket, Teleki Zoltán kapitány úrral beszélgettünk itt nőnapon, hiszen akciózik a karcagi rendőrkapitányság. Mi a célja a mai napon annak, hogy megállítanak autósokat? A Városi Baleset Megelőzési Bizottság egy akciót hirdetett a nőnapon. A mai akciónk célja továbbra is ugyanaz, mint szokásosan, a passzív biztonsági eszközök alkalmazására hívjuk fel a figyelmet. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy még nem ért véget a tél, és óvatosan vezessenek a gépjárművezetők, és a mai napon a hölgy, a női gépjárművezetőket állítják meg a kollégáim, és részükre bármilyen szabálysértés is észlelnek, még csak nem is figyelmeztetés vagy helyszíni bírság kerül kiszabása, hanem egy szép virágot kapnak, és nagyon sok boldog nőnapot kívánunk a részükre. A nőnap alkalmával reményem, hogy a karcagi rendőrkapitányság állománya előtt nőnapot kívánjak, és balesetmentes közlekedés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Egy csók is! Ja, Istenem! Köszönöm szépen! Jó! Azért mondjuk el, hogy itt láttunk sok megállított hölgyet, mindenki szabályosan közlekedett, biztonság is be volt kötve, és azt gondolom, hogy ebben a ködös, csúszós időben, hiszen azért egy kicsit lefagyott az útest, egyébként is mindenki óvatosabban vezet. Igen, idáig a mai nap tapasztalata az, hogy mindenki betartja a szabályokat. Találkoztunk olyan gépjárművezető hölgyel is, aki a kisgyermekét vitte. Ő is gyermekülés volt hátul, szabályosan be volt csatolva a kisgyermek, úgyhogy idáig még szabálysértés nem észleltünk. Reméljük, így lesz a továbbiakban is. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük szépen! Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
Köszöntöm nézőnket, a Jókai úti tagovodában vagyunk, és Kovács Szilva a polgármester asszonnyal beszélgetünk. Itt mögöttünk már látszik, hogy előkészültek az oviban a szokásos kis rendezvényre, de mi is ez pontosan? Ez a Legyen neked is konyhakerted rendezvény, amit az évek során már hagyományként minden alkalommal, minden évben megrendez az óvoda. Ez nagyon jó kis nyitó rendezvény ahhoz, hogy minden szülő, aki eddig nem tette, kedvet kapjon a kertészkedéshez, hiszen itt az ismeretterjesztő előadás után bizony a gyerekek nekiülnek és palántot ültetnek, illetve elvetik a magot, az első magot ebben az évben, amiből majd aztán palánta és reményeink szerint zöldség lesz, és így aztán kedvet kapnak a gyerekek az ültetéshez, és bizony-bizony a tapasztalat mondatja, hogy megfertőzik a szülőket is, hazaviszik a kis poharat, és előbb-utóbb gondozni kell ezeket a magoncokat, és bizony megkövetelik azt is, hogy legyen konyhakertjük, legyen saját kis kertrészük, és pontosan ez az egyik értelme ennek az óvodai rendezvénynek, hogy a gyermekek ne csak az óvodán belül, hanem otthon is kertészkedjenek, és amit itt elsajátítanak, azt otthon gyakorolják, és a szüleik tanácsai mellett is műveljék a kertjüket. De mintha az időjárás is megérezte volna, hiszen a múlt héten még hó volt, minuszok voltak, most meg már szinte 16-17 fokos tavasz van, tehát pont itt az ideje ezeknek a dolgoknak. Így van, ez az első olyan nap, ami megörvendeztet bennünket azzal, hogy jó idő van, és sugallja nekünk, hogy itt az idő, és a kerti munkákat kezdjük el. Gazdoljuk ki, amit még eddig nem tettünk meg, készítsük elő az ágyásainkat, húzzuk meg azt a sort, és az első veteményest azt tegyük meg. Reméljük, hogy a hétvégi jó időt akkor sokan kihasználják otthon, és akkor elkezdik a gyermekeikkel az otthoni kertészkedést is. Biztos vagyok benne, az oldásokban mindig lehet bízni, és nagyon büszke is vagyok rájuk, hiszen évről évre egyre szebb és egyre több óvodás kertet tekinthetek meg a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei program keretein belül, és én úgy vagyok ezzel, hogyha egy iskolás vagy egy óvodás gyerek elkezdi, akkor iskolás korában is biztosan fogja folytatni, és előbb-utóbb felnőtt kertművelő lesz belőle. És majd, hogyha nagyszülő lesz, akkor ő is majd az unokájának át fogja adni azt a tudást, amit itt kezdett el az óvodában összeszedni. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Tisztelt orvos, tisztelt óvodavezetők, kedves szülők, kedves gyerekek! Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal érdeklődnek a téma iránt, mind a gyógynövények, mind pedig a konyhakerti növények iránt. Többször elmondtam már, hogy én nagyon büszke vagyok az óvodásaimra, hiszen példamutatóan kertészkednek, és évről évre egyre szebb, egyre több kerttel neveznek a Legszebb Konyhakertek programba, és ez azt mutatja, hogy ők igen szorgos kis kertészek, és előbb-utóbb megtanulnak kertészkedni, vagy már tudnak is kertészkedni. Sőt, mi több, nem csak itt kertészkednek, hanem ráveszik a szülőket, hogy otthon is tegyék ezt, és bizony-bizony megvan a feladat. Apukának, anyukának ki kell alakítani egy kertet, föl kell ásni és segíteni a nehezebb fizikai munkában. Aztán ők ezt csinálják tovább, és iskolás korban sem hagyják abba, hiszen Monori Vivien az országban elsőként Karcagból 7 évesen országos díjat kapott a kertprogramban. És ezt annak köszönhet, hogy bizony-bizony annak idején óvodás korában az óvónénik, a darus nénik megfertőzték őt a konyhakertészkedéssel, és ez a szerelem megmaradt neki, és azóta is rendszeresen kertészkedik és gondozza a kertjét. És hát látjátok, nem elég gyerekek a kertet gondozni, bizony-bizony a hasznát is meg lehet ennek látni, hiszen most láthattuk, hogy milyen sok előnye van annak, hogyha sárgalépánk, zellerünk és sok-sok mindenünk van a kertben, hiszen nem csak a pocakunkat tudjuk vele megtölteni, hanem bizony a bajainkra is fontosság. Én kívánom nektek, hogy minél szebb kertetek legyen, és azt a sok-sok praktikát, amit itt megtaláltat, illetve meghallottatok, az kis ismétlés árán is, de sajátítsátok el és tudjátok, és majd amikor ti is szülők, nagyszülők lesztek, akkor ti is éljetek ezekkel a praktikákkal, így ez a tudás nem vész el, hanem átadódik. Köszönöm szépen, hogy ez a tudást közkincsé tették az óvoda dolgozói, és bízom abban, hogy minél többen fognak ezekkel a lehetőségekkel élni, és én csak azt tudom mondani, hogy jó kertészkedést, hajrá, óvisok előre, meg sem állni egy országos díjig. Köszönöm szépen ezt a rendezvényt, és sok sikert és jó kertészkedést kívánok mindenkinek az óvodában is, és otthon is. Köszönöm.
Szeretettel köszöntöm minden kedves megjelenőséget a Legyen neked is konyhakerted rendezvényünkön. Külön tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Külön tisztelettel köszöntöm Szabó Mária főorvosasszonyt, a Kátai Gábor Kórház csecsemő és gyermekosztályának osztályvezető főorvosát. Szeretettel köszöntöm a kedves kollégáimat, kedves szülőket, és legfőképpen titeket, drága gyerekeinket. Azért vagyunk ma itt, hogy a konyha kertünk megtermel finomabbnál finomabb zöldségféléknek, megmutassuk, hogy miféle gyógyhatásai fedeztek fel már nagymamáink, dédnagyanyáink, mert hogy nem kell mindig doktornénihez szaladni. Vannak olyan dolgok, amiket meg tudunk oldani nélküle is. Persze, mikor nagy baj van, muszáj elmenni hozzá, hogy meggyógyítson titeket, de olyan kedves és aranyos Kelemen Lajosné Böbe nénink, pedagógiai asszisztensünk, Ferenciné Székely Erika Daduska nénink, Puskás Sándorné Ildikó nénink Daduska nénink, hogy beavatnak bennünket ezekbe a titkokba. Rományi Sándorné tagovoda vezetővel beszélgetünk. Minden évben valami meglepetéssel készülnek a szülőknek. Mi lesz a mai nap programja? A mai nap programja a Legyen neked is konyhakerted című programunk, amit harmadik éve rendezünk meg, negyedik alkalommal. Ez idáig megmutattuk a kedves szülőknek, vendégeinknek, hogyan érdemes veteményezni, miket, milyen növényeket érdemes egymás mellé ültetni. Beszéltünk a veteményezéssel kapcsolatos mindenféle felmerülő lehetőséggel, kérdéssel, de ebben az évben egy teljesen más fényben szeretnénk beállítani a kertünkben megtermesztett zöldségfélék hasznosítását, használt. Ugyanis szeretnénk megmutatni a szülőknek és kedves vendégeinknek, hogy a gyógyításban hogyan tudjuk felhasználni a kertünkben megtermelt zöldségféléket, a káposztától, a burgonyán át, a sóska, spenót és mindenféle zöldség, ami megteremhet a kertünkben, hogyan segít megőrizni az egészségünket, és ha már baj van, mire tudjuk használni őket. Kik lesznek ebben az ön segítségére, tehát kik tartanak előadást? Amikor ez a programunk elindult, a leghitelesebb emberek adták elő meglévő tudásukat, ismereteiket. Kelemen Lajosné pedagógiai asszisztensünk, Puskás Sándorné Ildike Dajka néni, és Ferenciné Székely Erika, szintén Dajka néni. Ők a leghitelesebbek ebben a témában. Segítjük egymást, támogatjuk egymást, segítünk összeállítani az anyagot, de ők azok, akik a leghitelesebbek, és ők tudják ezt nekünk úgy elmondani, hogy el is hisszük nekik. Hiszen ők azért már többszörös díjazottak a legszebb konyhakertekben, és akkor gondolom ma is készültek. Én azt kívánom, hogy utána pedig itt a sok-sok kisgyermek kéz töltse meg ezeket a kis dobozkákat, ezekkel a magvakkal, és utána pedig otthon a szülőket is vonják be ebbe. Igen, ez így történik minden évben, és azt gondolom, hogy akkor válik hitelessé egy-egy ilyen részlete a rendezvényünknek, amikor az első fotót megkapjuk a szülőtől, hogy az itt elvetett paradicsommagot ők otthon öntözgették, ápolgatták, és amikor levették az első szem termést, milyen jó étvágyal fogyasztotta a kis óvodás csemete, aki itt ültette el azt a magot. Vagy amikor két hatalmas szatyornyi dísztökkel jön vissza a gyermek és a szülő, mert olyan bőséges volt az az itt elvetett dísztök mag, hogy ők nem tudnak vele mit kezdeni, mi viszont szívből örültünk neki. Hát akkor erre az évre is hasonló jó terméseket kívánunk önöknek. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Szatmári Zoltánnal beszélgettünk, aki ezt a beruházást megnyerte, hiszen hallottuk, hogy pályázati forrásból is sikerült egy 500 000 forintot nyerni. Pár évvel ezelőtt voltunk itt, amikor arról beszélt, hogy ezt megvalósítja. Azt gondolom, hogy nagy lépésekkel most ezzel is indult ez a beruházás. Igen, igen, nagyon örülünk annak, hogy a pályázaton sikerült nyernünk, és nagyon nagy ütemmel szeretnénk ezt be is fejezni. Úgy tervezzük, hogy jövő év június-júliusára itt működő üzem fog lenni, amiben kukoricát fogunk őrölni.
exportra, Magyarországra, a sörgyáraknak, tésztagyároknak, tulajdonképpen is állattartó telepekre pedig a mellékterméket eladni. Itt látjuk nagyon szép a látványterv. Mit kell tudni néhány mondatban? Mutassuk azért be a beruházást. Azt már hallottuk, hogy 50 főt fognak foglalkoztatni. Igen, 50 főt szeretnénk közvetve, vagy közvetlenül foglalkoztatni. Itt azt gondolom, hogy a kukoricaőrlés az, ami a legnagyobb munka, megvalósítani. Jelen pillanatban itt ugye a tárház az megvan, akarunk tárolni másoknak is, de saját magunknak is, és mindenféleképpen ez az őrlés lesz, ami nagyon nagy munka. Tehát a saját beruházásba tervezzük egy új raktárnak az építését, az épületnek a teljes renoválását, a pályázati beruházás, az ugye 50-50%-ban, az pedig a gépek és a berendezések, csomagolások, infrastruktúra fog ebből meglétesülni. Az előbb miniszter úrral beszéltük, hogy a karcagi kunstságilisztnek azért volt elismertsége ország szintén is. Reméljük, hogy ennek a kukoricamalomban készült kukoricalisztnek is lesz. Ehhez jó munkát kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönjük. Hát bízunk benne, hogy jó hatása, tehát jót fogunk gyártani, és fogják szeretni az emberek. Köszönjük szépen! Dr. Fazekas Sándor főnösi miniszter úr, sokszor beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos, hogy minél feldolgozottabb állapotban kerüljenek ki a karcagon megtermelt javak. Erre jó példa lesz ez a malom. Évtizedek óta a legnagyobb élelmiszeripari fejlesztés zajlik a karcagi volt rizshántoló területén. Egy olyan kukoricamalom épül itt, amely naponta 120 tonnát képes feldolgozni, és az egyre népszerű kukoricaliszt az keresett bel- és külföldön egyaránt, tehát így el tud jutni a karcagi kukorica a fogyasztók asztaláig kész termékként tulajdonképpen. Ez a malom, ez 1,5 milliárd forintos beruházás, egy harmada a vidékfejlesztési program volt, tehát egy 1,5 milliárd forint, amit sikerült nyerni a vállalkozónak, Szatmáriónak, és ami nagyon fontos, hogy új élete kell ez a telephely, és ez a ezt is egyúttal, mint egy 50 új munkahelyet is jelent. Már zajlik a építőmunka, már dolgoznak, előkészítik a terepet a berendezésekhez. Ez a betonvázas épület, amelyben a korábbi rizshántoló berendezései voltak, ez ad majd helyet a világszínvonalú kukoricamalomnak. Évtizedekkel ezelőtt ezzel a karcagi kunstságilisztnek nagyon nagy neve volt a szakmában. Reméljük, hogy a karcagon készült kukoricaliszt is ugyanígy elnyeri majd a vásárlók és hát a felhasználóknak az elismerését. Én bízom benne, hát sajnos a privatizáció nem a legjobban sikerült itt a mi vidékünkön, az a Török-Szent Miklósi központú gabonaipari vállalat, malomipari vállalat az már régóta nem működik. Itt egy új termékről van szó, keresett termékről, és erre föl lehet építeni majd egy új márkát is. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Köszönöm! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a rizshántulóban, ahol egy malom épül. Kovács Sándor megyeközés elnökével beszélgetünk. Itt vagyunk a sokadik szinten, ahol éppen dolgoznak. Szinte már csak romjaiban látszik a régi malom. Így van. Nagyon jó érzés az, hogy az a malom, amelyik több mint 20 évvel ezelőtt bezárt és nem működik, újból működni fog, újból örülnek. Egy kukoricamalom lesz, 1,5 milliárd forintos beruházásból felújítanak a mai kor megfelelő körülményeinek, és nagyon jó az, hogy látni azt, hogy Magyarországon újból és karcagon élelmiszeripari beruházás lesz, több mint 50 embernek fog munkát adni ez az új működő malom, és hát láttuk azt, hogy vannak olyan részek, amiket már nem lehet felújítani, lesznek új épületek, lesznek olyan részek, ami felújítható, és ez a 1,5 milliárd forint ide kerül befektetésre Karcagra, és újból lesz egy malma karcagnak, egy igazi működő malma. És hát reméljük, hogy külföldre is tudnak majd innen szállítani jó karcagi lisztet. Így van, ez érdekes, ez nem búzaliszt lesz, hanem kukoricamalom. Kukoricalisztet fognak itt őrölni, mert egyre nagyobb érdeklődés van a gluténmentes élelmiszerek iránt. A tésztákban, a különböző sütőipari termékekben egyre több kukoricalisztet használnak fel, és nagyon jó az, hogy a magyar liszt az GMO-mentes, jó minőségű, a magyar kukorica is, és ezért komoly igény van külföldön is ezekre a termékekre, és ebben beszéltem a tulajdonossal, szándékoznak külföldön
külföldre is szállítani, exportra is nagy mennyiséget. És hát azt gondolom, hogy az is fontos, hogy itt rengeteg kukoricaterem a környéken, tehát ez egy felvásárló terület is lesz. Így van, én azt látom, hogy egyre jobban éled újjá a magyar élelmiszeripar, hiszen Tiszapüspökivel egy ugyanúgy egy kukoricaüzem, egy kukoricafeldolgozó üzem, ahol izocukrot, alkoholt állítanak elő kukoricából, itt kukoricalisztet, és az a legjobb, hogy a kukorica minél jobban, az alapanyagok minél jobb feldolgozottságba kerülnek külföldre, és a haszon itt marad Magyarországon, és a munkahely pedig itt lesz Karcagon, és örülök annak, hogy újból molnárok, malomipari szakemberek újból munkát kaphatnak Karcagon. Köszönjük szépen! És köszönöm szépen! Kedves nézőink, most Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik, tartsanak velünk! Kedves vendégeink! Külön tisztelettel köszöntöm Önöket átadó ünnepségünk alkalmából, ahol a K9 Sport Kft. Munkahelyteremtő beruházása valósult meg a közelmúltban. Külön köszöntöm dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter urat, Kovács Sándort, a Jász-Nagykun megyei közgyűlés elnökét, dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara elnökét, Sebők Gyulát és Bakos Anikó, a K9 Sport Kft. Vezető tisztviselőit, Varga Tibort, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal Tiszafüredi járási hivatalának vezetőjét, Újvára Imrét, városunk polgármesterét, Vargáné Balog Irén és Virág Tibor alpolgármestereket. Tiszafüredváros önkormányzata képviselőtestületének tagjait, városunk intézmény vezetőit, a Varroda munkatársait és valamennyi megjelent kedves vendégünket. Tájékoztatom a sajtó képviselőit, hogy interjú készítésére a rendezvény végén lesz lehetőség. Tisztelettel felkérem Sebők Gyulát, a K9 Sport Kft. Vezető tisztségviselőjét, ismertesse a cég jövőbeni terveit. Nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Szeretnék pár szót a névválasztásról is szólni. Nem beszéltünk még róla, hogy miért lett Julius K9. Személyes vonatkozású Julius néven ismertek Ausztriában még a vállalkozásunk megkezdése előtt, és a K9 tekintetében meg szintén egy önéletrajzi adat, hogy a Kele utca 9-ben kaptam első kutyámat, mely aztán meghatározta a kutyákhoz fűződő viszonyomat a hátralevő egészen mostanáig. Jó kérdés, hogy van-e egyáltalán ennyi kutya a világon, hogy mi ennyi embernek, sok száz, akár ezer munkavállalónak is tartósan munkahelyet tudjunk biztosítani. A válasz a kérdésre az, hogy van. Ez egy a számok tekintetében nagyon élesen megvilágosodik, hogy 36 milliárd eurós piacról beszélünk csak az Európai Unió területén, és ebből körülbelül 2% az, ami a állatfelszerelésre vonatkozik. Ezen belül is egy kis szegmens az, 200-400 millió euró közötti összeg, amelyet az átlag fogyasztók kutyafelszerelésekre fordítanak. Ezen a területen osztozunk mi versenytársainkkal, és igyekszünk a legjobbak lenni. A számok tekintetében a Julius K9 is érdekes. 20 éve kezdtük ezt a vállalkozást egy 20 négyzetméteres garázsból, és ma 500 alkalmazottunk van. 160 ember dolgozik itt a Tiszavidéki régióban. 4 üzemet indítottunk be az elmúlt években, és ehhez állami segítséget is kaptunk. Az is kérdés, hogy miért választja az igényes átlagfogyasztó a Julius K9 felszereléseket. Erre több válasz is van. Az egyik az az, hogy versenytársainktól eltérően mi Magyarországon ruháztunk be,
magyar dolgozókkal dolgozunk, és ez meg is látszik a termékek minőségén. Mondják, hogy az európai termékeknek még a szaga is más. A másik, hogy kivételes jogokat biztosítanak számunkra szabadalmaink, dizájnmintáink és formatervezési egyéb védelmeink, tehát az iparjog területén nagyon aktívak vagyunk, és ez olyan kiváltságokhoz juttat bennünket, ami gyakorlatilag biztosítja számunkra hosszú távon a sikert. A másik, hogy a Julius K9-nek világszinten több mint 200 márkája van, tehát védjegybejelentése, és ezek ismert, jó hírnevű védjegyek, és ezzel még azt is elértük, hogy Távol-Keleten, mondjuk Sánkhájban meg elnyertük 2016-17 évre a legnépszerűbb kutyás márka nevet. Végezetül gyakorlatilag a véletlenek összjátéka az, hogy mi Tiszafüredre jutottunk, de ide tartozásunkban megerősített bennünket a helyi önkormányzat, a környékbeli önkormányzatok, a polgármester úr és a kormányhivatal hozzáállása és támogatása, és ezt a bizalmat szeretnénk a jövőben megszolgálni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Folytatásban felkérem dr. Fazekas Sándor miniszter urat, köszöntse a megjelenteket! Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt elnök urak, tisztelt igazgatóasszony, igazgató úr, polgármester úr, kedves jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a fontos alkalmon, amikor Tiszafüreden egy nagyon jelentős új munkahelyteremtő beruházások az átadására kerül sor. Minden szónak megvan a jelentősége, hiszen az, hogy itt Tiszafüreden ilyen fejlesztés zajlik, ez mutatja azt, hogy a kormány, a fejlesztéseket koordináló megyei önkormányzat, a városi önkormányzat, a kamara, valamennyi szereplő, hatóságok, különböző hivatalok, a város közössége és a befektetők is együtt tudnak dolgozni, együtt tudunk mozogni azért, hogy itt, az itt élő embereknek legyen megélhetésük, tudjanak jövedelemhez jutni, tudjanak elhelyezkedni. És itt különösen fontos az, hogy a városi önkormányzat még a választási időszakban is a akkor induló képviselőjelöltek és polgármester úr, mint polgármester jelölt is tett egy olyan fogadalmat, hogy igenis a település érdekében mindent megtesznek, ide munkahelyeket fogunk hozni, és a megyei önkormányzat Kovács Sándor elnök úr és személy szerint én is mindent megtettünk, hogy a megfelelő területfejlesztési források, ipar és kereskedelemfejlesztési források rendelkezésre álljanak. Ennek is köszönhető az, hogy itt megújul ez a régi tiszafüredi iparterülete, folyamatosan benépesül, és most az egykori gyógyszercsomagoló is egy új funkcióval ad munkahelyet az itt élőknek. És bízom benne, hogy olyan ütemű lesz a fejlődés, hogy a környékben is a település vonzás körzeti szerepét erősíti. A kormány részéről valamennyi ilyen kezdeményezést támogatjuk. Nem csak szavakban, hanem tettekben is, döntésekkel és különböző a munkahelyteremtés segítő támogatásokkal is. Én kívánom azt, hogy ez a mostani alkalom valamennyi jelentőségét tekintve legyen várostörténetileg is fontos. Hiszen termelő beruházásról van szó, olyan vállalkozásról, amelynek megvan a piaca, amely folyamatosan fejlődött az elmúlt években, személy szerint is gratulálok, egy olyan vállalkozásról, amely előtt egy biztató pálya is áll. És a közeg az befogadó, a város, a megyének az északi része, a Közép-Tiszavidéke még mindig nagyon sok olyan kiváló munkavállalót tud rendelkezésre bocsájtani, aki szorgalmasan teszi a dolgát, akik itt a közelből el tudnak jönni ide, hogy a vállalkozás számára a fejlődési pálya biztosított legyen. Én ezen gondolatok jegyébe kívánok sok sikert, továbbra is támogatjuk Önöket, támogatjuk ezt a kezdeményezést, illetve azt is, hogy itt a ipari területen valamennyi még rendelkezésre álló szabad négyzetméter, épület, kapacitás az kihasználásra kerüljön. Szívből gratulálok, sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Felkérem Kovács Sándort, a Jász-Nagykun megyei közgyűlés elnökét, ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt miniszter úr, polgármester úr, elnök úr, tulajdonosok képviselői, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon jó innen látni kedves dolgozók, hiszen sok mindenről szól ez a mai nap, szól a cégről, szól a beruházásról,
mert azt gondolom, hogy elsősorban az emberekről szól, azokról a munkavállalókról, akiknek biztos megélhetést fog ez a cég nyújtani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mégis először két állatról szeretnék beszélni, először egy madárról. Először a tavasz hírnökéről, a fecskéről szeretnék beszélni, hiszen ennek a cégnek a beruházása itt a környékünkön hasonlítható a fecskéhez. Az első fecskéhez, amelyet ezen a hosszú télen, amely túl sokáig tartott, szinte egész tavasszal, nagyon vártuk. És megjött ez a cég, megjött a jó idő, és megjött az első fecske, ami után remélem sokkal több is fog jönni. Sokkal több beruházás, sokkal több befektetés. És ilyenek, mint a Julius K9. Hiszen ennél jobb céget itt a környékünkön el se tudtunk volna képzelni. Magyar tulajdon, magyar innováció és magyar dolgozók. Ez Magyarország és ez a térség jövője. Ilyen fecskéből, ilyen cégekből kellene még többet idehozni Magyarországra, itt felnőni és segíteni. És hát, ha már tavaszról beszélünk, akkor az ilyen palántákat, az ilyen növényeket kell a magyar államnak, a megyének, a városnak is támogatni, hogy az ilyen cégek tudjanak minél jobban megerősödni, minél több magyar munkaerőt foglalkoztatni, és minél nagyobb sikereket tudjanak elérni a világpiacon. És a másik állat természetesen, ami a Julius K9-et érinti, a kutyák, az ember legjobb barátja. És ha belegondolunk abban, hogy milyen társ is a kutya, milyen szeretetet és milyen segítséget tud megadni az embernek, akkor nem nehéz kitalálni, hogy milyen jó dolog az, hogyha az ember tud segítséget adni a legjobb barátjának, a kutyának. Hiszen olyan felszerelésekkel tudja ellátni a kutyákat, amely kényelmes, tudja a kutya viselni, és hát nem utolsó sorban, hogyha az embernek van egy szép és kedves kutyája, még ez a kutya jól is néz ki benne, és ezt felfedezték a világon is. És jó érzés az, hogy egy ilyen dolgot, hogyha Olaszországtól Sanghájig lát az ember egy szép kutyát, megbámulja, hogy milyen szép kutya, milyen ügyesen mozog, és látja azt, hogy egy magyar termékben van felszerelve, akkor még büszkébbek is lehetünk. És ez a büszkeség nem múlhat el, és ez a büszkeségnek meg is kell maradni. És egy másik dolog, hogyha már beszélünk az állatokról, beszéljünk magunkról, emberekről. Jó az, hogyha fejlődik ez az ország. Jó az, hogyha munkahelyek vannak. Jó azok, hogyha biztos munkahelyek vannak. És én azt látom, hogy ez a cég biztos munkahelyet fog biztosítani, és abban is biztos vagyok, hogy bővülni fog ez a munkahely. Hiszen fejlődni fog a cég, fejlődni és erősödni fog Magyarország. 4 évvel ezelőtt, én emlékszem rá, amikor letettük itt az alapkövet. És itt volt a City Ipari Park tulajdonosa, akit látok is valahol, itt van, már láttam itt a közönségbe. Akkor azt mondták, hogy sokan, hogy nem lesz itt semmi. Hogy felesleges, hogy le van téve ez a kő, füred, és Magyarország nem fog fejlődni. De nem azoknak lett igaza. Azoknak lett igaza, akik azt mondták, hogy lépésről lépésre, mint Magyarország, mint Tiszafüred városa, mint a térség fejlődni fog. És ez a mai nap ezt mutatja. Én gratulálok a cég vezetőinek, gratulálok a település vezetőinek, és elsősorban gratulálok a cég minden dolgozójának, hogy egy kitűnő, megbízható és fejlődőképes munkahelyen fognak dolgozni. És ilyenkor tavasszal jó időt kívánok, és mindenkinek nagyon jó munkát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, elnök úr! Felkérem dr. Sziráki Andrást, a Jász-Nagykun Szolnok megyei Kereskedelmi Iparkamara elnökét, szintén ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt ünneplő közönség! Tudatosan mondom, hogy ünneplő, hiszen számunkra mindig ünnep, ha új munkahelyeket teremtünk, új lehetőséget biztosítunk, javítjuk a térség életminőségét.
Őszintén köszöntöm miniszter urat, elnök urakat, a tulajdonosokat, a képviselő társakat és minden kedves vendéget. Tisztelt jelenlévők, meggyőződésem, hogy jó helyre települ ez az üzem. Ritkaság számba megy, hiszen a bőripar területén ugyan vannak gyárak a megyénkben, az Égri Ottava, amely egyik nagyon jelentős gyár, a Lorenci Pőgépgyár Martfűn, és most itt harmadikként, vagy jelentősebb üzemként önök kezdik el a működést. Én azt gondolom, hogy van mire építeni, csak a múlt esztendőt említem, hiszen a múlt esztendőben az ipargazdaságunk, most már fix adatok állnak rendelkezésre, 1468 milliárdot meghaladó teljesítményt ért el, amely az előző évinek 10,6%-os bővülését jelenti. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény, büszkék lehetünk rá, hiszen az itt lévő emberek szorgos munkáját tükrözi mindez vissza. A siker eredménye, hogy javult a vásárlóerő az előző időszakhoz képest, és most már eléri a 90,8%-ot az országos átlaghoz képest, tehát jelentős változást értünk el, és meggyőződésem szerint jó úton haladunk. Nagyon fontosnak tartjuk a foglalkoztatást, fontosnak tartjuk a keresetek alakulását, amelyben ugyancsak az utóbbi két esztendőben komoly lépést tettünk előre, hiszen közel 20%-kal nőtt az utóbbi két évben a kereset a megyénkben. Meggyőződésem, hogy tükröződik mindaz az erőfeszítés, amelyet a dolgos kezek itt garantálnak, biztosítanak, hiszen csak a munka teljesítménye révén számíthatunk a jövőben jelentősebb keresetnövelésre, mondhatnám azt, hogy az országos átlaghoz történő felzárkózásra. Tehát egészében véve, tisztelt jelenlévők, nem szaporítva szót, meggyőződésem, hogy itt Tiszafüreden jó fogadóközeg van, szívesen látjuk a befektetőket, hiszen komoly érdekünk fűződik ahhoz, hogy a Közép-Tiszavidék a turisztika, a vendéglátás mellett az ipargazdaság teljesítményével, az agrárgazdaság teljesítményével sikeres legyen, hiszen ez jelenthet az itt élők számára életminőség javulást. Meg vagyok arról győződve, hogy erre képesek vagyunk, rendelkezünk ezzel a képességgel. Nagyon fontos, hogy összefogás legyen, értelmes, eredményes együttműködés. Ehhez kívánok én az új befektetőknek nagyon sok sikert, olyan értelmes együttműködést, amely számukra is örömet jelent. Azt fogják tapasztalni, hogy értelme volt itt befektetni, mert jó a fogadóközeg, sikeres lesz a vállalkozás, nyilván ehhez fűződik mindannyiunknak érdeke, hiszen ebben az esetben számíthatunk arra, hogy bővül a foglalkoztatás, javulnak a gazdaság pozíciói. Ehhez kívánok én nagyon sok sikert a kamaránk nevében, és köszönöm a türelmüket. Köszönjük szépen, elnök úr! És folytatásban felkérem Újvár Imre polgármester urat, Tiszafüred város polgármesterét, ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt miniszter úr, elnök urak, kedves tulajdonosok, tisztelt vendégek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai ünnepségen, amely valóban ünneplésre ad okot. Számomra egy kicsit megható is ez a pillanat, mert még nekem önkormányzati képviselőként nagyon sok szálon van kötődésem ehhez a helyhez, ehhez az üzemcsarnokhoz, vagy akár itt a beljebb található üzemcsarnokokhoz is, hiszen 2011-ben adtam itt még önkormányzati képviselőként az első nyilatkozatomat a helyi televíziónak, és akkor azt mondtam, hogy Tiszafürednek az a jövője, az lehet a fő kitörési pontja, hogyha itt a mögöttem látható üzemcsarnok be fog népesülni, munkahelyek jönnek létre, és majd szépen sorban a következő időszakban is. A rendszerváltás során megüresedett és elhagyatottan álló ipari kapacitások megtelnek élettel,
és ott azokon a munkahelyeken, ahol korábban tiszafüredi családok, vagy a környékbeli településeken élők ezrei dolgoztak, jártak ki ide dolgozni, az az időszak, ha nem is teljes fényében, vagy virágkorát tekintve, de visszatérhet. Akkor még a város egy másik időszakát élte, más volt a várospolitika, más volt a szemléletmód, és akkor engem emiatt a nyilatkozat miatt ki is nevettek. De a 2014 előtti időszakot, hogyha vesszük, akkor talán a legjobban azt a bibliai idézetet tudnánk hozni, amelyet biztosan sokan ismernek, a széles út és a keskeny útnak a példája. A széles úton járni nagyon könnyű. A széles úton nagyon sokan szeretnek járni. Azon nagyon sok olyan hamis próféta hirdeti az igét, vagy mondja azokat a dolgokat, amelyeket nem szabad elhinni. Azon nagyon sok kicsinyhitűség található. És 2014 előtt az önkormányzat inkább választotta a könnyebb, a széles utat. 2014 előtt azt mondta az önkormányzat, hogy nem feladata a munkahelyteremtés, nem kell abban részt venni, és merjünk kicsik lenni. Ezzel mi nem értettünk akkor sem egyet, ami bizony nagyon nagy vitákat is szült, de 2014 őszén jött egy szemléletváltás, jött egy fordulat, és akkor eldöntöttük mi azt, hogy Tiszafüredet újra nagyját tesszük, újra erőssé tesszük. Egy olyan várost fogunk építeni a megyei önkormányzattal és a minisztériummal összefogva, a kormánnyal, amelyre a város lakói újra büszkék lehetnek. Büszkék lehetnek önök, dolgozók, akikről mégiscsak a mai nap szól, és újra olyan biztos megélhetést tudunk nyújtani az itt lakóknak, amellyel nyugodtan dőlhetnek hátra otthon, és nem a közmunka által adta lehetőségekkel kell nap mint nap felkelniük és élniük. És nem csak arra gondoltunk, hogy újra és nagyját tesszük és erősít Tiszafüredet, hogy nagy beruházásokat valósítunk meg, lesz új, szép új főterünk, megújítjuk a középületeinket, fejlesztjük a turizmust, a mezőgazdaságot, a városi infrastruktúrát, hanem ahhoz, hogy egy település újra erős és nagy legyen, ahhoz erős gazdaságra is szükség van. Tiszafüred mindig is egy olyan település volt, ahol jól prosperáló vállalkozások voltak. Jól prosperáló családi, kis és közepes vállalkozások, akiknek a város köszönhette azt, hogy fejlődik, de mégsem jött az az átütő erejű fejlődés, amelyre már olyan régóta várnak, és amelynek a nosztalgiája a hajógyári idők óta megvolt az itt lakók emlékezetében. És akkor eljött a 2014 utáni időszak, és nagy lendülettel vágtunk bele a munkába, felvettük a kapcsolatot a megyei iparkamarával, a megyei önkormányzattal, a magyar kormánnyal, és nem véletlenül ülnek most itt ezeknek a szerveknek a szereplői, mert ezeknek a szervezeteknek a hathatós együttműködése kell ahhoz, hogy egy befektető egyáltalán felfedezzen egy települést, és megvethesse a lábát, gyökeret verhessen az adott településen. Nagyon fontos, hogy egy városnak fogadókészsége legyen a befektetők iránt, és legyenek olyan vállalkozások, mint a City Gas ZRT, aki felvállalja azt, hogy akár több év eredménytelensége árán is, de felújítja az üresen maradt csarnokokat, felújítja az üresen maradt kapacitásokat állami segítséggel, és bizony nem kis támadásnak kitéve magunkat, felvállaljuk azt, hogy az önkormányzatnak igenis feladata a munkahelyteremtés, feladata abban részt venni és közreműködni, és mi nem a széles utat választottuk, hanem mi a keskeny utat választottuk, amin kevesen járnak, göröngyös, nagy kitartás és türelem kell ahhoz, hogy végig lehessen rajta menni, de ennek az útnak a végér igenis a fejlődés, és Tiszafürednek az a felemelkedése vár, amely korábban nem volt jellemző. Mi erre tettünk ígéretet 2014-ben, és bár számunk érhetővé is váltunk, de én azt gondolom, hogy a mai napon itt most arra kell gondolnunk, hogy ennek meglett a gyümölcse, ennek a kemény munkának, és itt most nem a rosszra kell gondolni, hanem a jóra, arra, hogy itt az előttem látható emberek, akik itt állnak, igenis egy biztos, stabil lábakon álló, stabil háttérrel működő, és ami nagyon fontos, magyar cégnél találtak munkára, és én nagyon köszönöm a Julius K9 vezetésének, hogy Tiszafüredet választották. Itt a tiszafüredi járást választották ahhoz, hogy itt a kelet-magyarországi logisztikai és termelőközpontjukat létrehozzák, amely most ebben a pillanatban 70 embernek ad munkát, de még 50 ember felvételét tervezik, és ez közel 120 új munkahely létrehozását jelenti városunkban. Már most a jelenlegi beruházás is, ahogy én korábban a cégvezetőkkel beszéltem, 100 millió forintos nagyságrendben említhető, hogy ebben az egyébként kívülről nagyon szépen emberakott
a Richternek a korábbi üzemcsarnokában már megvalósult, és az itt a további megvalósuló beruházás és fejlesztés, az pedig majd el fogja érni az 1 milliárd forintot is. Én ehhez kívánok nekik nagyon sok sikert. Köszönöm még egyszer nekik a kitartásukat és a türelmüket, hogy volt fogadókészségük, és Tiszafüredet választották ennek az üzemcsarnoknak, ennek a gyáregységnek a létrehozásához. És szeretnék itt gratulálni a dolgozóknak is. Nagyon sokat személyesen is ismerek közülük, hiszen együtt dolgoztunk közfoglalkoztatásban, és legnagyobb örömömre többőkkel is beszéltem már az elmúlt hetekben, hónapokban, és elmondták azt, hogy ide jönnek, itt fognak dolgozni. És én akkor is, és most is a támogatásomról szeretném őket biztosítani. Kívánom azt önöknek és a családjuknak is, hogy sikeres és nagyon tartalmas munkahelyre tegyenek itt szert. Nekem már volt alkalmam bejárni ezt az üzemcsarnokot, nagyon sokan még itt a kedves vendégek közül ezután fogják megtekinteni a belső részeket, és igenis nyugodtan elmondhatjuk, hogy itt egy európai színvonalú munkahely jött létre, ahol a cég vezetése mindent megtesz azért, hogy az itt dolgozók komfortos és nagyon jó munkakörülmények között dolgozhassanak. Itt én már láttam a különböző helyiségeket, az öltözőtől kezdve a konyhán át. Én büszkén jártam itt körbe ezeket a termeket, hiszen én még 7-8 évvel ezelőtt emlékszem arra, amikor még itt csak pókháló és az üres termek, a rozsda marta szét ezt a gyáregységet. Nagyon örülök most annak, hogy ez egy közös összefogással, a Julius K9, a City Gáz ZRT, a magyar kormány, az önkormányzat és a járási hivatal együttműködésében megvalósulhatott, és én is azt szeretném megerősíteni, hogy a cég és az itt dolgozók is számíthatnak az önkormányzatra, a további támogatásunkra. A további munkáikhoz nagyon sok sikert kívánok, és még azt én is szeretném külön kiemelni, amit elnök úr, hogy külön büszkék vagyunk arra, hogy egy magyar tulajdonú cég, egy magyar hátterű cég vetette itt meg a lábát Tiszafüreden, amely nem is olyan régen elnyerte a magyar termék nagydíjat az egyik termékükre, és ahogy hallhattuk az ügyvezető tulajdonos úr beszámolójából, világszínvonalú termékeket gyártanak. Európától Ázsiáig, Amerikáig fogják innen a termékek elindulni a külső piacokra, úgyhogy egy olyan üzemet adhatunk át, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, és sok sikert kívánok a jövőben, és jó egészséget, kitartást a munkájukhoz. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, jövő heti viszontlátásra mindenkinek.